2001-től működik a János Immunitárius Kollégium bentlakásának a közösség élete, és elég nehéz lenne elképzelni 10 éves fiatalok életét úgy, hogy reggeltől délig iskola, ez ugye még passzol a kolozsváriakra is, viszont délután 5 órától egy több száz éves egyházi hagyomány van, a szilencium, ami azt jelenti, hogy csendben kell tanulni komoly felügyelettel. Este pedig a szokásos zárótanulás, zuhanyzás, 100 diák él egymás közelségében az ország különböző vidékeiről. Na most egyértelmű, hogy ezt valamivel egy picit ki kell színezni, ezt a monotonságot, tehát nem gépek a gyerekek, hanem néző lelkek, és mi mást keresett az ember, mint olyan közösség összefogó merényleteket, mint a mai. Volt már gombóc főző, gulyás főző, hóban kiránduló csapat. Itt most épp palacsintasütő csapatok gyűltek össze 12 szám szerint. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 500 palacsintasült meg a mai napra. Hogy milyen körülmények között, hát a riport gondolom, hogy elég árulkodó. A lényeg sokkal inkább a hangulata. Tehát az, hogy lány, fiú itt kötényben, sapkában, fakanállal a kezében rohangál. Három dolgot figyeltünk különösen, azt, hogy mit készítenek, hogy hogy készítik és hogyan tálalják. Íme az eredménye. Jaj! Mi a jó palacsintának a titka? Egy jó massza és a tökéletes hozzávalók. És elárulod, hogy milyen a jó massza? Mitől függ az, hogy jó legyen, ne ragadjon oda, ne legyen túl vastag, túl híg? Nekünk most igazából nem sikerült, de próbáljuk helyrehozni. És ezt hogy csinálod? Hát a segélyen még tesz egy kis olajat belé, meg lisztet, hogy ne ragadjon oda. Látom, hogy ez egy egész egyedi vállalkozás, gyümölcsöt tettetek a masszába. Ezt láttad még valahol, vagy honnan jött az ötlet? Nem, ezt tegnap előtt este kitaláltuk az egyik gyűlésen, hogy legyen gyümölcsös palacsinta. Mert olyant még nem láttunk. Eddig hányat sütöttél? Négyet. De csak kettő sikerült. Na, további sok sikert. Köszönöm. Mi torta palacsintát készítünk. És mi készítek meg? Mi lesz a töltelék? Hát pudingot tettünk rá még, és majd jön a meglepetés rá. Hát még lesz valami meglepetés, és mekkorára képzeltétek? Hány palacsinta szükséges hozzá? Hát sok. 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 Itt van az adag. 30 szerintem, 30 körül. És hogy megy a sütés? Sikerült a massza? Igen, igen. Nagyon finom, meg is kóstoltuk. Igen. Mi a jó masszának a titka? Hát... Nálunk például a finom aromát az a narancsreszelék adja meg. Ez egy egyéni recept? Nem. Szerintem mindenki ismeri ezt, csak mi alakítottunk picit rajta. Többféle palacsintát készítünk. Készítünk almás palacsintát, amiben fahéj is van. Azon kívül készítünk egy palacsinta tortát, amiben így a palacsintákat így rétegesen egymásra tesszük, és a különböző lekvárokat, és... csokoládét teszünk közé, és akkor glazúrral majd leöntjük, és majd tenszínhabbal írunk rá valamit. Ez egy egyéni recept, saját recept, vagy valahol olvastatok róla? Ez egyéni recept, ez saját találmány, úgymond. Azon kívül sütünk még így külön palacsintákat, amiket így felcsavarunk, azokat külön lekvár és csokoládéval. Ja, nagyon jól hangzik. Korábban sütöttél még palacsintát, vagy ez az első alkalom, hogy részt veszel? Nekem nem az első alkalom. A srácok van olyan, aki még almát most pucolt életében először. Na, lássuk az első. Most még nem meleg. Most baj? Hát, szerinted baj? Egyben hideg palacsintát csináljunk. Még kell adjam. Most
arrozzal most? Most már nem lehet arrozzal segíteni, mert már fel van öntve mindenfélével, az érdem. Azt először kell kikavarni olyan értelemben, hogy ne legyen csomó. A csapatok munkáját, készítményeit háromtagú zsűri ellenőrzi. Ők az unitárius kollégium konviktusának igazgatósága és szakácsnői. Nagyon szépen készülnek a gyerekek, tudják egyesek, van amelyik gyengébben, de eléggé jól dolgoznak. Megkérdeztem, hogy hogy kezdték a palacsinta előkészítést, és mondták, hogy tojással, és hogy lisztel, szóval jól kezdték. Egyesek ott vagy kettő meg mondták, hogy hát lisztel kezdték, mondtam, hogy az úgy nincsen jól. Na. És így első látásra el lehet már dönteni, hogy melyik lesz sikeresebb? Hát el lehet dönteni, el, igen. És mit szól ehhez a változatos recepthez, és ehhez a hozzávalókhoz, amiket a diákok felhasználták? Szóval nagyon jól gondolkoztak a receptekkel, és különböző recepteket készítettek, szóval nagyon sokfélét, és megmagyaráztam nekik, hogy melyiket hogy kell hajtogatni, azt nem mindegyiket tudták, hogy kell hajtogatni őket. Na de egyesek nagyon jól értik magikat, hogy nem mindegyik, de na. Fantáziájuk az van. Fantáziájuk van. Ön is zsűrizni fogja a palacsintákat. Mi az, amit eddig tapasztalt, látott itt a diákok körében? Hát én először veszek részt egy ilyen palacsintasütéskor, és nagyon-nagyon örvendek ennek. Vannak hozzáértő gyerekek, már szerintem az anyuka vagy nagymamától ellopott kis titoktól. Jó, ügyesek. Van, akinek tényleg nagyon szépen sikerül, és tényleg meg lehet pontozni őket. És hogy fog működni majd a végén, megkóstolják mindegyiket, és úgy döntenek, vagy minek hát alapján pontoznak? Szerintem maga a kinézés is sokat, tehát azért egyet megkóstolunk. Mi piros palacsintát még életünkben nem láttunk. Mi se, ez most egy új ötlet. És mi van benne, vagy elárulod, hogy mit kavartatok bele, hogy ilyen piros színe lett? Ilyen színező. És miért gondoltatok arra, hogy jobb lesz így? Hát az ízen azt nem változtat, ami egy jó dolog, és másképp szebb lesz, színesebb a palacsinta. Tehát ne a klasszikus finetti, mogyoró és alma, narancs és banán, hanem valami új dolog is legyen benne. Hát ez ettől különleges, és egyébként a recept az a hagyományos? Az igen, nagyrészt. Te sütöttél még palacsintát korábban? Igen. Igen? Igen, még egy párszor igen. És hogyan készültetek rá így a csapattal a mai napra? Hát amióta megtudtuk, összegyűltünk egy párszor, és megbeszéltük, hogy mit, hogy rajzoltunk, lerajzoltuk, amit akarunk csinálni, és nagyjából annyi. Amit itt látok, ez az ügyörű-bügyörű kiszi édesz? Igen. És hogyan készül? Hát... Nehezen. Mindenki adott hozzá ötleteket, és úgy hirtelen készült. És elmondott, hogy mi van benne? Azt nem megcsináltuk. Zsuzsa, mi van benne? Hát tettünk bele először lekvárt, van benne banán, tejszín, cukordrazsé és banánok közepén. És ezt ti találtátok ki, gondolom, így rendre, hogy miket pakoljatok a palacsintába, ugye? Igen, így ahogy készítettük, jöttek az ötletek. Már volt valakinek tapasztalata ebben a csapatban? Sütött már valaki palacsintát korábban? Hát így nagyjából már mindenki sütött itt palacsintát otthon. És úgy nagyjából tudtuk, hogy kell. Hogy megy a palacsintasütés? Hát elég lassan. Lassan? Igen, mert nem volt jó a rezsó, nem melegített eléggé. És a massza az jól sikerült? Hát az elég jól sikerült, igen. És mit tettetek vele? Nagyon jól néz ki a végtermék. Hát finettit és ízet raktunk bele. És ezt közösen megbeszéltétek a csapattal, hogy milyen lesz? Hát igen. Hát nagyon jól néz ki. További jó munkát nektek. Köszönjük. A palacsinta sütőverseny bizonyára a leglátványosabb része a háromnapos kollégista hétvégének. Pénteken kezdtük, viszonylag fárasztó nap után, még suli volt, este színházba lehetett menni, illetve moziba, tehát mindenki választhatott. A bentlakásban odafent pizsoma buli volt 14 órától, ez nem hivatalos történet. És aki pedig sportolni akart, az nyugodtan saktól, römiig és kosárlabdától éjszakai megvilágított udvari fociig minden volt hajnali órákig fennmaradtak. Volt, aki a számítógépes virtuális térnek hódolt, és lövöldöztek egymást.
egymással, volt, aki társasjátékot játszott. Na most ez volt a pénteki nap, ma palacsintát sütünk, és este pedig karaoke show lesz, és tehetség show. Mindenki azt hoz, ami benne van igazából, és vasárnap már egy kicsit pihentetőbb közösségi együttlét várható. Tehát igazából 3 nap a hétvégéből, ami úgy érzem, hogy még több energiával megdobja őket arra pár napra, ami maradt még ebből a fél évből. A diákok számára egyértelmű a szórakozás, a filmező stábra is ráragad a jó hangulat, melyről a szervező tanár így nyilatkozik. Nekem ez azért jó, mert úgy érzem, hogy a munkánknak, tehát a tanári karnak, a közösségünknek, akik ezt az iskolát tartjuk, és úgy érezzük, hogy becsületesen építjük, értelme van. Tehát nem igazából gürcölésről szól a mindennapunk, hanem azt látjuk, hogy a gyerekek nyílnak, fejlődnek, nőnek szellemben, lélekben, most pedig kreativitásban. Úgyhogy nekem személy szerint azért jó, hogy azt látom, hogy nem csak a sápadt, fáradt arcú, reggel 7-kor bioszórára menő gyerekekkel találkozom, hanem a folyosón rohangálnak szegfűszegért, amit a narancsba kell beszúrni. A végeredmény incsik landozó. Nagyokat nyelünk a termet körbejárva, majd reménykedve várjuk, hogy a zsűrit kísérő diákra a nyomában a kívülállóknak is maradjon kóstolni való. Jutott, a palacsinta sütőverseny összes csapata oklevelet kapott, a legsikeresebb kis szakácsok pedig külön elismerésben részesültek a közös hétvége záró napján. Ők az annyira KKP, hogy csak na, a palacsinta bordé és a négyszögletű palacsinta csapata.